A hétvégén folytatódtak a teremfoci bajnokságok a városi sportcsarnokban. Munkatársunk a városi bajnokság egyik mérkőzéséről, az Egyek Nóborda találkozóról készített felvételt. Most ennek az összefoglalóját láthatják, illetve megismerhetik a mérkőzések eredményeit és a bajnokság jelenlegi állását. A városi kispályás labdarúgó bajnokság állása a negyedik forduló után. Tiszató Pizzéria Tiszanána 1-5, Ballab FC Tiszaszőlős 5-0, Egyek SBS-e Nóborda 1-2, Tiszaszőlős ifi Egyek öreg fiúk 2-8, Lendület Lazakolor 0-8, Univerzum baráti kör 9-1. Első helyen az Univerzum 9 ponttal, második, harmadik a Nóborda 9 ponttal, illetve az egyeki öreg fiúk szintén 9 ponttal, negyedik helyen a Tiszanána 7 ponttal, 6 ponttal, ötödik a Lazakolor, hatodik a Tiszató Pizzéria és hetedik az Egyek SBS-e. Nyolcadik a Tiszaszőlős ifi, kilencedik, tizedik Tiszaszőlős és Ballab FC 4 pontokkal. 11. a Tiszató United, 12. a Lendület 3 pontokkal és pont nélkül, 13. helyen a baráti kör. A gól király 9 góllal Pataki Viktor az Univerzum csapatából. Az öreg fiúk bajnokság állása a 7. forduló után. Fordulat Albatrosz 3-4, Nagy Iván Fehér Amur 10-3. A tabella élén 10 ponttal az Albatrosz csapata. Második a fordulat 8, harmadik a Nagy Iván 6, negyedik a Szent Imre 4 ponttal, és pont nélkül 5. helyen a Fehér Amur csapata. Góllövőket 12 góllal vezeti Angyal Csaba az Albatrosz csapatából.